Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a most látható műsor kulturális sokkot és utazási rohamokat okozhat, ezért megtekintését minden korosztálynak ajánljuk. Éles tekintetűek észrevették, hogy ez bizony a nap nem erősütött, úgyhogy az van, hogy elfelejtettem elköszönni, illetve nem elfelejtettem, hanem visszajöttem tegnap, nekiálltam egy nagy septibe kimosni minden, meg elpakolászni, meg lezuhanyoztam, meg hajat mostam, meg ettem, mert hirtelen nagyon rám tört az éjség, és egész egyszerűen, ha hiszitek, hanem fogtam magam is, elaludtam, és reggel 2:30-kor keltem föl, és néztem, hogy mi van. Tegnap elköltöttem összesen 16 lejt, úgyhogy megmásztam a fogarast, és még spóroltam is, de viszont ma egy különleges pillanattal kezdjük a napot, ugyanis azután, hogy szépen elmentem, feltöltöttem a powerbankomat, ami természetesen, hogy nem mondjuk, hogy ingyen volt, bablevessel fogom kezdeni a reggel. Sziasztok, hatalmas nagy szeretettel köszöntelek benneteket. 2023. július 17-e van, a túrámnak ez a 10. napja. És elérkezett az a pillanat, amikor ideje már hazafelé indulni. De még az otthon az 480 kilométerre van. Úgyhogy a mai célkitűzés az, hogy észak-keleti irányba el fogok indulni Kolozsvár felé, és minél jobban megközelíteni Dicső Szentmártont. Fő a kávé, ahogy láttátok, már kisütött a nap, úgyhogy tartsatok velem. Kempinges pakolással mindig az, hogy az ember baromi kényelmes tud lenni. Ez most is így történt, reggel 8 óra van. Amíg nekiálltam láncot olajozni, meg kábelkötegelőztem itt tegnap egy-két dolgot, mert fogarason lefele úgy kikottyosodott, hogy csak úgy nyikorogtak. Elpakoltam, szépen megtakarítgattam a sátrat, elvoltam, most elmegyek kezet mosni, aztán szépen elindulok. Mutatom, így néz ki a bringa távolról. A szemetet összegyűjtöttem, és egy tuskóval aludtam. A 8:45-kor sikerült is elindulni. Nagyon jó, összeszedtem, meg összerendeztem itt mindent. De ma éjszakára fogalmam sincs, hogy hol, meg meddig. Egyébként tényleg, majd valahogy alakul, megyek, ahogy tudok, meg ahogy az időjárás, meg a meleg, vagy az eső engedi, meg ahogy a kedvem tartja. Nagyon szép ez a falu, ez lent van az egyes fiút mellett, jól eldugva. Egy nagyon szép kis takaros falu, meg benne ilyen régebbi házak. Egy csomóba bele van írva, hogy mikor épült, és nagyon sok ilyen 1800-as évek vége felé. Nagyon szép kis temploma van. Ezt nézzétek meg, ez a kerci erőtemplomnak a romja. Fantasztikus.
Hát megspóroltam nektek 10 lejt belépőt. És elárulok ilyen technikai részletet, hogy a drónnal mindig az van, hogy hangos, még ez a picike is baromi hangos, és általában felszokott tűnni. Na most szerencsémre ott egy traktorral ott mókoltak, meg ott búgott valami rohadt hangosan, és abszolút nem lehetett hallani, mert a gondok már ott volt, a kis motor az övé volt, de nem vette észre, úgyhogy nagyon jól körbe tudtam repülni. Háttérbe a felvételen látszottak a déli Kárpátoknak a gyönyörűséges vonulatai, és akkor egy picit fájó szívvel a temető mellett elhagyom Kártát, azaz Kerctet, ilyen autentikus kis szász falu. Látszanak a hófoltok fent. A mai programról egy pár szót. Hát ilyen alsóbb utakon, 3x4 utakon fogok most ma menni, és egy pár erőtemplomot fogok útba ejteni nagyobb városnak. Hát ígértem nektek Segesvárt, az ki fog maradni most Segesvár, mert nem esik útba, és kitérőt meg nem akarok. Ennek az az oka, hogy a hét közepétől megjön az esős idő, aztán hát ki is fog tartani egész héten, legalábbis még ma reggel is úgy mutatta, de a lényeg, hogy megyek Medgyesnek, aztán Dicsőszentmártonnak, és a tordai hasadékot szeretném utoljára hagyni, ez nem mai program lesz, hanem talán holnapi, vagy azutáni, és akkor Kolozsváron fogom zárni a túrának az utolsó részét, mert onnan nagyváradig vonattal szeretnék visszamenni, és majd onnan meg haza tekerek. A kempingekben mindig rosszul tudok lenni, mosdóban, amikor ilyen férfiak ilyen nagy apa hangokat hallatnak. Rosszul vagyok, inkább mennék a nőibe, ha lehet. Ez a krákogás, meg ezek a túlsúlyos férfiak, hogy szuszognak, mint valami bika. Hát rosszul tudok lenni tőle. A többit azt hagyd ne mondjam, amit hallasz, mert gyerekek is nézik szerintem. De el tudjuk képzelni. Hát azt nem. Fantasztikus idő van, fantasztikus illatok vannak, és reméljük ez ma ilyen is fog maradni. Egyébként talán még remélni se kell, mert ma még jó idő lesz, ma még kánikula lesz. És ami érdekes a Magyarországhoz képest, hogy ugye itt egy órával arrébb vagyunk, ami annyiba másabb, hogy még 5 órakor sötét van. Nálunk azért már olyan 4:30 fele világosodik. Viszont itt nagyon sokáig van este világos, tehát ilyen 10 óra körül kezd el sötétedni, szó szerint. És az a elviselhetetlen pokoli meleg, az főképpen ilyen délután 4 órától üt be általában. Vízi erőmű, vagy duzzasztó az Olt folyón. Itt azért ezt elég átúszni. Hátul a dombokkal. Régen volt ilyen játék, pénzt kellett beledobni, és ilyen fogantyúval kellett mindent kiszedni. És soha senkinek nem sikerült egyet se. Olá, új faluban vagyok. Ez nagyon kis, pici kis falu. Egyébként Agnita felé tartok, az Szent Asszony falva. Hú, most butaságot mondok, de majd fogom nektek mondani, ha odaérek. Ezt nézzétek, de gyönyörű szép. Hoppá! Gyerekek, az ott bivaj. Ott hátul. Ez éppen Szászház nevű település, amin keresztül jövök.
a gyönyörű dombok felett, viszont mivel nem volt szó, elég borús az ég ott szembe. Nincs a házak. Azért vannak puklikán itt is rendesen. Nagyon sok helyen úgy van, hogy a főút van leaszfaltozva, és a mellékutcák azok nincsenek. Ilyen érdekes homokformák vannak ott a letörésben. Kürpödi templomról, ez is ilyen erőd templom. Nem mindjárt fordulunk úgy, hogy látszani fog. Általában ezek mind ilyen dombtetőre épültek, ugye főképp védelmi célokkal, de a tatár meg a török betörések ellen, és akkor a lakosság be tudott ide menekülni, és általában voltak ilyen élelmiszer meg vízraktáraik. Közben nem vagyok itt egyedül. Nagyon aranyos. Éppen mászok fölfele 510 méterre. Háttérben a Dél-Kárpátok. Ha mindjárt felélek a tetejére, azt nézzétek, milyen gyönyörű kilátás van. Ott van a falu, ott voltam az előbb. Hát ez jóval előbb. És mi a Kárpátok még mindig mennyire látszik, mennyire nagyon látszik. Ez pedig már Vérd falvacskája. Itt is van egy erőd templom, de szerintem majdnem mindegyikbe lesz egy. Hát mondjuk ez nem erőd templom. Csak egy simán egy templom. Van az iga? Hello? Pedig következik egy nagyon jó gurulás Szent Ágatára. Ott keresek egy boltot, egy kicsit frissítek. Hát ez a mai első ilyen nagyobb település, vagy város, vagy nem is tudom minek mondjam. De már bérházak vannak benne. Az már nekem itt városnak számít, de lehet, hogy közigazgatásilag nem az. És akkor itt balra visszatrek, de én most elmegyek jobbra, mindenképp egy boltot keresni kell, mert most megint ilyen Isten háta mögötti helyek jönnek, Medgyesig, és most semmiféle kajám meg folyadékom nincs. Sikerült is pont itt a kanyarba boltolnom. Vettem későbbre ilyen tartaléknak, ilyeneket, az három lej fejenként, pizzás, csigát, mert nekik így van kifli, nincs külön így kifliük, így
itt most találtam először egyébként, amilyen privát volt, meg vettem egy tejet, és ez így 20 lej volt összesen. Ebből még tudok elvinni, ezt most megeszem, meg ezeket is elviszem későbbre. Jobb, mint egy liter tej megívása után elindulni, de legalább úgy sík. Mindegy, akartam mutatni, hogy itt Szent Ágotán van biciklete út, meg van Penny. Hát, ide is be lehetett volna szerintem jönni, de teljesen jó volt az, teljesen jó volt. Azért az úgy nagyon, nagyon nagy könnyebbség, hogy teljesen látom a biciklit a boltból. És egyébként kártyával fizettem, mert nem tudtak visszaadni az 50 lejből. 1672 forintot számolt a bank erre a cuccra. Szerintem az úgy egész jó. Igazi gyönyörű búza föllek között érkeztem meg Bürkösre. Hát én egész jól elborult, sőt, ilyen vissza is ment ez a 32-3 fok, ilyen 28, úgyhogy egy kicsit elviselhetőbb az idő. Itt azért már a kisebb utcák is le vannak rendesen aszfaltozva. Mediásnak megyek, az Medgyes magyarul. Ez az én következő nagyobb településem. Találtam egy újabb nagyon jó ilyen régi templomot. Templomromot, vagy nem tudom, működik-e. Következő hely, ahova be fogok élni, bár még innen nem látszik, úgy hívják, hogy Magaré. De ez nem egy kérdés a Dallasból, hogy megkérdezik Ray Krebst, hogy Magaré, hanem ez a neve. Meg lassan tartok egy nagyobb pihenőt, mert mindjárt mentem 50 kilométert, és mindjárt dél van. És ha már a Dallast hoztam fel példának, micsoda egy jó kis ilyen gazdaság. És akkor itt is a falu. Ott vagy, figyelj el az erőt templom szembe. Nagyon népszerűek ezek a zöldes színek, ez a pisztácia zöld, vagy ilyen Cadillac zöld. Ezt nem tudom honnan, na. Thank you. Hogy honnan van, lehet, hogy csak ilyen festéket lehetett kapni, de nagyon jól néz ki. Gólyák ott fent figyelnek. Ez se rossz. Az igen. A kastély fent. Ez 1951-es volt. Hát én most oda ne rúgjatok, nem fogok fölmenni. Sajnos nem mertem a drónt ott elővenni. Pont ott, ahol álltam, ott kellett volna, de nagyon jöttek, mentek ott az emberek. Aztán nem akartam már ilyen feltűnés kelteni vele. Meg azért hangos is. Hát mindegy. Majd a következőt. Közben kértem egy újabb fantasztikus helyre. 30 fok van. Úgyhogy annyira nem látszik. Itt a falu hátulról, vagy előről, ahonnan vesszük. Ez egy elég hosszú falvacska volt. Ez egy micsora erdő. A piros zónát nyomom még mindig. Lassan felélek a tetejére. Egyébként nem baj, hogy nem süt a nap, mert így is kegyetlen meleg van. Thank you.
Egy hosszantartó ereszkedő után begurultam Muzsnára, illetve még hát most is gurulok. Lesz egy olyan feladat, hogy valami fagyizót, vagy valami kávézót, amit itt úgy hívnak, hogy kocsma, keresek, és ott egy picit megülök. Régi és az új templom. Háborús emlékművel, talán itt szerencsém lesz. Na ezt nézzétek meg, ez már azért nem gyenge. Azt a mindenit. Ez igen komoly, azért ez egy várnak is beillene. Azt a... Már pont így szembe fényből fér bele igazán. Ez brutális, nagy meg van repedve az a torony itt elől. És van támasztva. Megálltam egy ilyen rendezvényház, vagy kocsma, vagy ilyesmi, de inkább rendezvényház. Hát gyerekek, itt ülök 10 perce. Tárva nyitva, sehol senki. Ott a mosdó. Már elintéztem mindent, friss vizet, mindent, senki sehol, és itt van minden hagyva. Eszméletlenek. Itt sütik a kajákat. Beértem egyesnek a külvárosi részébe, és van bringa út itt erre. Egész jó. Hát mindenképp meg fogok állni egy hosszabb időre, mert valami jó helyet kéne keríteni. Mindjárt 3:42, közben mutatom micsoda a házak. Nagyon meleg van, nagyon nyomasztó a meleg, ezt nem akarom, hogy úgy járjak, mint valamint nap, hogy megnyom. Találtam egy nyugodt helyet. Itt a vár fal tövébe. Ugyanis van a
az erőtemplom, de egész Medgyesnek a történelmi része körül van egy várfal, amely pontosan itt ez. Úgyhogy döntöttem, hogy mindenképp innom kell egy kávét, még innom kell egy sört. Csak azért az igazság kedvéért hozzátartozik, hogy azért itt már dupla annyiba kerül, mint kintebb falvakba. Az van, hogy annyira nyom a meleg a napon, hogy már most muszáj voltam, itt kóvályogtam egy fél órát, meg filmeztem, de most azt éreztem megint, hogy még negyed órát mászkálok, az ki fogok dőlni. Úgyhogy itt most egy órát legalább elütyörgök. Ilyen lassú kávívást még nem láttatok. Nem hiszitek el, a város tornya alatt állok itt szembe az ortodox templom, ott a dombok felől jövök, és itt a régi város bejárata. Itt volt egy nagy városfal régen, abból vagy másfél kilométer maradt meg, itt a kávézóta, ahol ültem, láttátok, és én most itt keresztül fogok menni, mert itt a délutáni csúcsfogalomban, ahogy dudálnak egymásra, én megindulok tovább. Nagyon jól esett ez a kávé, meg ez a sör, meg az, hogy egyébként németül nagyon jól beszélnek, magyarul nem beszélnek, de németül nagyon szépen értett a hölgy, és itt volt ez a kávézó, itt vannak ilyen könyvek. Kerestem benne magyar nyelvűt, biztos, hogy van is, de én nem találtam. És hát megkértem őket nagyon szépen németül, hogy vigyázzanak meg a biciklim, mert bementem vécézni, kicsit rendbe raktam magam. Azért kegyetlen meleg van, tehát 30 fok felett van pluszban, ilyen nagyon sunyi párás idő van. De mindegy. A lényeg az, hogy fantasztikus város, ez nem egy egyórás város. Most bringával én itt nagyjából megmutattam nektek a lényeget. Ez mindenképp megér egy ilyen autós kirándulást. Tehát ez biztos, hogy ez egy napot itt el lehet kószálni. A régi várfaltól, a monostortól, a templomtoronyig egy nagyon jó pillanatkép. Nem egyszerű kijutni a nagyvárosból, mert a navigáció picit megbolondul a házak között. Azt hiszem, hogy ez lesz a jó út. Még ott egy másik kapu, amit nem sikerült megmutatnom. Csak most sem muszáj vagyok figyelni, hogy merre menjek. Itt könnyű benézni, meg az van, hogy emelkedik, és szóval haladni kell. Itt taposósabb. És következni fog egy 3,5 kilométeres emelkedő trekkem szerint. Talán itt át kell mászni majd a dombokon. Kis küküllő folyó között van ez a város, a két ága között tulajdonképpen, mint egy ilyen szigeten feküdne. A 3,5 kilométer 175 méter szinten. Csak közben elkezdte nekem mutatni a profilt, közben navigált meg köztük, közben kiért, hogy igyak. Egyébként nem tudtam, hogy mire figyeljek. Penny túrám végcélja Kolozsvár, 116, de holnap Tordára jutnék el, az már jó lenne, illetve Torda után a Hasadékhoz, még azért odébb van. Közben mászom itt kifelé ezt a gyönyörű emelkedőt, mert csak 2200 méterem és 125 szint van. Egy teljesen jó kis emelkedő, semmi gond nincs vele. Még segítenek nekem fentről, mert befátyolosodott az ég. Ilyen nincs az a pokoli meleg. Nézzétek, itt van három nyelven. Itt van magyarul is Medgyes, és Medias németül. Hát ez egy nagyon jó hely, zseniális. Bent a hegyek közt. Vagy hát dombok, nevezzük domboknak, de föl fogok menni 615-re. Úgyhogy akár hegynek is nevezhetjük. Tudom a visszafordító kanyart. Jön a finom része, de nagyon jó az út, és hát alig van annak rajta. És nézzük, az történt, hogy elrobogtam itt 30-al egy ház előtt, és ki volt rírva, hogy kemping. És úgy néz ki, mint valamilyen norvég hely, olyan színe van.
és egy nagyon kis családias hangulatos, visszagurultam, mondom, megkérdezem, Mizu, ez a bácsi beszél németül, tök jól, medence van benne, mosógép, minden franc, 40 lejt kért érte, úgyhogy azt gondolom, az ilyen 3000 forint, úgyhogy én egy centit nem megyek innen tovább, negyed, öt elmúlt, igazából a tárnak a felét, amit akartam, letekertem, tehát itt igazából megint nagyobb városok következnek, és holnap meg szerintem simán el fogok jutni Tordáig, megdumáltuk, hogy nem zárja be az ajtót, mondtam, hogy reggel mennék a meleg miatt, megbeszéltük Sunyiba, hogy csak behúzza, nem lesz belakatolva, ott van szembe a bolt. Úgyhogy azt gondolom, hogy megérkeztem a paradicsomba, gyertek, nézzük meg. Egy kis sátorbeli életképén mindig megvan a magam technikája, hogy jobb oldalt van konyha, ott az a technikai rész, ott van a sátoros cucc, ruha, itt meg az ilyen alap dolgok kéznél. Képzétek el, 200 lejesül akartam váltatni a hapsival, ezt visszaadott 450-et, és hát nem tettem el, mondtam, mutattam neki, és nem esett le, szerintem itt sörözik a németekkel, és szerintem már ittak, és szóltam neki, hogy nem jó, és utána leesett neki. Úgyhogy jó érzése, olyan becsületes voltam. Most azért gondoltok bele, hogy ide jövök, 40 leért, és vagy 150-nel többen megyek haza. Az lett volna komoly. Szépen eltelt közben így a délután elmentem medencézni. Képzétek el, hogy jártam, beleléptem egy darázsba, és megcsiptott a lapom. A klóros vízbe ott ültem, hogy nagyjából így kiszivattyúzta belőle, de alig bírtam ráállni, így a térdemig sajgott. Elmentem eszembe a boltba, vettem reggelit. Most egy ilyen pihenő napot tartok, egy jó kis olasz fajta sörrel, ezt itt nagyon szeretik, ezt a Moretti sört. Úgyhogy meg volt a fürdőzés, bekvártéoztam magam szépen, mostam már, csak az vizes még, elpakoláztam, olvasok, és holnap hajnalban indulok tovább. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velem tartott ebben a mai részben. Két hét múlva várlak benneteket nagyon sok szeretettel. Na, mire nem számítottam az este, hogy esni fog éjszaka. Olyan csak, hogy esik, az a kisebbik baj, hogy dörög villámlik, mint az állat. De már másfél órája. És mindjárt hajnali 2 van, én 4:30-ra húztam órát, hogy pakolászok, azt megyek. Na, meglátjuk, mi lesz reggel. Ha tetszett a műsor, a film alatti szuperköszönet gombon keresztül meghívhatsz egy kávéra, vagy egy fagylaltra. Ha pedig a csatorna tagságot választod, hamarabb és reklámmentesen érheted el a tartalmaimat. Most pedig nézzük, mi várható a következő részben. Ezt meséltem Fogarasra fel, de elmondom megint, hogy nekem ilyen régi 8-as sor van ezen a biciklin, és most van rajta egy ilyen nagyobb, ilyen 40-11-es, és 9 napig, vagy hogy 8 napig úgy mentem, hogy nem rakta föl a kapaszkodóra hátul a legnagyobbra, mert ugye nem látom innen a csomagtól. Ilyen panelházak tömkelege. Itt ma azért az útra is figyelni kell. Egyébként idefele is Kolozs megyében voltak rosszabbak az utak. Mutatom nektek, 35 fok van árnyékba. Kegyetlen. Egyébként jöttem 84-et eddig, 5:39. Nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, aki ezt a 11 részt végigkövette velem.